Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti istentiszteletünket a 16-os számú ének első 3 versével kezdjük meg. Mennyei édesatyánk, azért jöttünk a te házadba, hogy mi kifejezzük a hálánkat és köszönetünket te neked, azért, hogy megteremtettél bennünket, hogy megváltottál bennünket. Hálát szeretnénk neked adni mindazért a sok jóért, amit adsz nekünk napról napra. Köszönjük, hogy mára is készítettél számunkra üzenetet és tanítást. Kérjük, te segíts a Szentlélek által, hogy ez eljusson a mi szívünkig, te áld meg Lacit, te add, hogy azt az igét, amit te az ő szívére helyeztél, azt úgy tudja átadni nekünk, hogy elérje a célját. Köszönjük neked azt, hogy imádkozhatunk egymásért is. A gyülekezetünk tagjai közül Henter Barna testvérért imádkozunk, áld meg az ő életét, áld meg az ő családja életét, az ő szolgálatát, vezesd őt továbbra is. És kérünk, te áld meg Herter Márta testvérnőt, te tudod az ő helyzetét, az ő életét, ismered őt jól. Kérünk, a te áldásod nyugodjon meg rajta. Köszönjük azt, hogy bízhatunk te benned, és köszönjük azt, hogy meghallgatod a mi imánkat. Áldunk, dicsérünk és dicsőítünk téged. Amen. Amen. Összegyűjtjük a szombatnapi adományunkat, amelyet a saját gyülekezetünk fenntartására fogunk fordítani.
ezeket a krónikák első könyvéből olvasom. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ennyit adakozni? Bizony, tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit a te kezedből kaptunk. Kegyelmes, ó Istenünk, hálás a mi szívünk, hogy most itt lehetünk a te házadban, és visszahozhattuk azt, amit tőled kaptunk. Kérlek, Uram, te áld meg azt, áld meg, Uram, a mi szíveinket, és köszönjük az egészséget. Köszönjük azt is, Uram, hogy van munkánk, és ezért az a kérdésem, Uram, hogy áld meg úgy mindazokat, akik nekünk munkát adnak. Különösképpen szeretnénk, Uram, neked szolgálni tiszta szívből és alázattal. Áld meg szombatunkat, áld meg, Uram, az egész családjunkat. Köszönjük, Uram, hogy te meghaltál a kereszten, azért, hogy mi élhessünk. Fiadért kérdünk ezt a csalmassá meg. Amen. Amen. Nagy gyerekeknek fogok most mesélni, a kisgyerekek meg titokban hallgatják a sorok között, jó? Egy mesét hoztam a gyerekeknek, aminek majd a végén elmesélem a tanulságát. Gyertek, gyertek, gyertek ide előre. Mégiscsak van bátor gyerek. Kettő is bátor. Gyertek ide, üljetek le. A mesék úgy kezdődnek, hogy egyszer volt, hol nem volt. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Nagyon szép daliás legények voltak a királyfik, de az a probléma, hogy a legdaliásabb királyfinak is lehet valami kis hibája. Ez a 3 gyönyörű daliás királyfi egyik sem tudott tisztán és szépen beszélni. Ti tudtok szépen beszélni? Te tudsz szépen beszélni? Én tudok. Ezt hallom. Ti tudtok szépen beszélni? Ők nem beszélnek. Ők nem beszélnek. De ezek a királyfiak, ezek hibásan beszéltek. Az első királyfit, a legidősebbet úgy hívták, hogy Dárius. És képzeljétek, úgy beszélt, mintha mindig náthás lenne. Azt mondta magára, hogy ő a Bárius királyfi. És nagyon szerette a bazsalás kalácsot. Amikor a szomszéd királylány felnőtt, és azt mondta az apukája, hogy ő szeretné, ha meg férjhez menne az ő szépséges lánya, mert ő már nagyon megunta a királyságot, oda is adná a királyságát a királylány férjének, Marika király kisasszonynak hívták, gyönyörű volt. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Olyan csodálatos és kedves lány volt. Mindenki feleségül akarta venni. És odaállt Dárius királyfi, az anyukája és az apukája elé, és azt mondta, hogy kedves édesapám, elbegyek, bekérem feleségül Marika király kisasszonyt. És el is indult. Útközben találkozott egy tündérrel. És azt mondta neki a tündér, hogy segítek én neked, hogy szépen tudjál beszélni, menj le a folyópartra, számolt sorba a fűzfákat, a 7. fűzfa tövében fogsz találni egy olyan színű kavicsot, mint az ajkad, a szájad széle. Azt őrizd meg, és amikor odaérsz Marika király kisasszony elé, azt tedd be a szádba, és minden beszéd problémád el fog múlni. Hát hitte is Dárius királyfi meg, nem is. Elment, aztán mikor már az 5. fánál volt, azt mondta, ugyan már előttem odaérnek mindenféle más királyfiak, nem érdekel engem ez a kavics, fogta magát, elment Marika király kisasszonyhoz. És
Ott beállított, és azt mondta, hogy kedves Barika király kisasszony, szeretném feleségül venni. Marika király kisasszony megsértődött, mert azt mondták rá, hogy ő Barika. És meg is mondta Dárius királyfinak, hogy mit gondolsz te, én bárány vagyok? Hát szörnyű, hogy micsoda királyfiak jönnek ide. A második királyfit úgy hívták, hogy Ciprián. Cipriánnak az volt a beszédhibája, hogy dadogott. Azt mondta, hogy Ciprián vagyok. Ő is elindult, engedélyt kért a szüleitől, elindult, találkozott ő is a tündérrel. Neki a tündér azt mondta, hogy a minden fűszfát 7-szer körbe kell kerülnie, és amikor már a 77. fűszfánál van, hajoljon le, és egy olyan színű kavicsot fog találni a fa alatt, amelyik olyan színű, mint az ínye, olyan rózsaszín. El is ment Ciprián királyfi. Már nagyon szédült, miután a 77. fát is körbe kerülte, de megvolt a kavics, megtalálta. És amilyen kis rendetlen királyfi volt, zsebre vágta, zsebkendők, botocskák, gesztenye, kis játékok, rágógumi és minden közé, és elment a király kisasszonyhoz, megérkezett a palotába, kereste a zsebébe, hogy hol van a kavics, egyik zsebébe sem találta, mert nagyon rendetlen volt, és ilyen hányaveti módon csak zsebre vágta. Hát és megkérte ő is Marika király kisasszonyt, és azt mondta neki, gyönyörű szép Marika király kisasszony, csak te veled tudnék boldog lenni. És Marika király kisasszony felugrott a trónjáról, sírva fakadt, és azt mondta, hogy hát a másik királyfi sokkal kedvesebb volt, aki azt mondta nekem, hogy Barika. De én teve? Hát én nem vagyok teve. És elzavarta Ciprián királyfit. És akkor arra gondolt Roderik, a legfiatalabb, aki magát csak Jodeiknek hívta, melyet, hogy nagyon sejpített, és nem tudott tisztán beszélni, hogy majd akkor ő elmegy. Ő és feleségül kéri Marikát. Ő is elment, találkozott a tündérrel, és a tündér mondta neki, hogy melyik fát hányszor kerülje meg, milyen fa tövében megtalálja a kavicsot, amelyik olyan színű lesz, olyan hófehér, mint a foga. És azt is elmondta neki, hogy nagyon vigyázzon rá, mert ha elveszti, akkor nem tud neki segíteni. Elment, megkerülte a fákat, megtalálta, megszámolta pontosan a fákat, amelyikhez kellett menni, megtalálta a hófehér kavicsot. Egész úton így őrizte a kezébe. A legértékesebb kincs ott volt a kezébe, mert ő Marikát feleségül szerette volna venni. Mikor megérkezett a palotába, betette a szájába, és aztán azt mondta Marikának, drága Marika király kisasszony, nem azt mondta, hogy Marika, hanem azt, hogy Marika király kisasszony, szeretnélek feleségül venni, boldoggá tennél, ha feleségem lehetnél. És Marika örült annak, hogy egy ilyen csinos, tisztelettudó királyfi megkérte, az öreg király pedig örült, hogy végre Marika is beleegyezett abba, hogy a kérőnek igent mond. 7-7 országra szóló lakodalmat csaptak, még ma is élnek, amíg meg nem halnak. De miért meséltem el nektek ezt a történetet? Ezek a királyfiak olyanok voltak, mint mi. Kisebb-nagyobb hibával. A jó tündér ebben a mesében olyan, mint az Úr Jézus. Azt mondja nekünk, keresd meg, kutasd ki, őrizd meg, használd. És mond nekünk
dolgokat Szentírásból, a prédikáción keresztül. És ha mi olyan hányaveti módon meg se keressük, és nem foglalkozunk vele, mint Dárius királyfi, vagy nem törődünk az őrzésével, mint Ciprián királyfi, akkor úgy járunk, mint ő, nem lesz a miénk a jutalom. De ha őrizzük, mint Roderik királyfi, vigyázunk rá, értékes kincsnek tartjuk azt, amit a jó Istentől kapunk, akkor miénk lesz a jutalom. Már csak az a kérdés, hogy melyik jutalom lesz a miénk. Tudjátok, hogy milyen jutalmat fogunk kapni? Koronát, örök életet, odaülhetünk a királyi trónra az Úr Jézus mellé. Ez egy nagyon értékes kincs, nagyon érdemes megszerezni, úgyhogy jól jegyezzétek meg, hogy amiket tanít nekünk az Úr Jézus, arra nagyon vigyázzunk, hogy ezek a kincsek a mieink legyenek. Köszönöm, hogy figyeltetek. Sziasztok! Tienő, az alkalmak siratója. Elmulasztott alkalmaink marcangoló terhétől, szabadíts meg, Istenem! Miért engeded meg, hogy pecsenyi sütögető tehetségtelen béreseit tékozolják a tettek lehetőségeit. Véreden váltott népedet rablók barlangjává teszik, és mi csak szégyenkezünk alkalmatlan pásztoraid bűnei miatt. Megérdemeljük ostorodat, Uram, hiszen csak szirádás prédikációinkban szavaltunk a szeretetről, a hitről, meg a soha nem igazán hit reménységéről. Tudjuk, hogy elhalunk mindnyájan, mint a jámbor mamutok, meg a kegyetlen kardfogú
tigris, és a sötét ülő jövőt dicstelen utódok birtokolják szemértelenül. De Uram, addig, amíg életet adsz ma, meg talán holnap, ne engedd, hogy hiába való legyen munkánk, meg rövidke életünk, hogy a téged keresők otthonra találjanak nálunk, s békességed győzöle a gonosz valót. Amen. Thank you.
Nagyon bízom benne, hogy annyira izgalmas és érdekfeszítő lesz a prédikáció, vagy amiről úgy fogunk gondolkodni és beszélgetni, hogy nem fogjátok észrevenni, hogy túlmegyünk egy picit majd az időn, és akkor el fogjátok nézni ezt nekem. Köszöntöm a gyülekezetet, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm és üdvözlöm azokat, akik az interneten keresztül követnek bennünket. És engedjétek meg, hogy köszöntsem most, ha remélem, hogy néz minket, sőt tudom, hogy néz minket Ománból Eszter, a mi testvérünk, és az ő kedves férje Richard. Egy nagyon nehéz témához nyúltam hozzá az magam szempontjából nézve, és remélem, hogy Isten áldásával fog kísérni, és sikerül átadni nektek mindazt a sok gondolatot, amit összegyűjtöttem evel a témával kapcsolatosan. Hosszú-hosszú ideje foglalkoztat engem ez, nagyon sokat töprengek rajta, nagyon sokat olvasok utána, és nagyon sokat foglalkoztat. Egyrészt azért, mert nagyon mélyen részese vagyok ennek a témának, hiszen ki nem részese ennek a küzdelemnek, amit megélünk nap mint nap a világunkban. Sátán és Jézus Krisztus között levő küzdelemnek minden ember részévé válik. Ha akarja, ha nem, ha tud róla, ha nem, részes ennek a küzdelemnek. Vannak, akik ezt tudatosan vállalják, ezt a küzdelmet, és valahol ennek a tudatosságnak mi is a középpontjába állunk. Hiszen mi, akik főleg keresztények vagyunk, főleg kimondott adventisták vagyunk, de más keresztény gyülek, mi vállaljuk tudatosan azt, hogy Jézus Krisztus zászlaja alá állunk, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk, és nyíltan szembe megyünk, nyíltan küzdünk az igazságtalansággal, úgymond küzdünk Sátánnal szemben. Természetesen a másik oldal sem marad el, Sátán is hozza a maga oldaláról a küzdelemnek azt a részét, amivel ő győzni akar. És Sátán nagyon különleges, ha lehet így fogalmazni, és bocsássátok meg, rafinált módon űzi ezt a harcot. Tehát nem szabályszerűen. Addig, amíg Isten és az ő követői szabályszerűen küzdünk, és igyekszünk küzdeni, addig Sátán minden fondorlatot bevet. Tehát szabálytalan módszereket használ arra nézve, hogy elbuktasson, és az embereket elbuktassa. Ha így nézzük, akkor ki kell mondanunk azt, hogy sajnos Sátánnak nagy sikerei voltak a múltban. Sajnos. Hogyha például megnézzük az özönvíz történetét, akkor azt látjuk, hogy a világ lakosságának a 99,9%-a elveszett. Ez egy nagy siker az ő szempontjából nézve. Sajnos, ezt ki kell mondanunk. Noé marad meg és a családja. Más mindenki oda lesz. Vagy hogyha nézzük Sodoma és Gomorra történetét, akkor ott se sokkal fényesebb a helyzet, ott is azt látjuk, hogy igencsak kevesen jönnek ki a városból. Konkrétan, ha jól tudom, ugye 4 ember, Lót, felesége, 2 lánya, amiből az egyik félúton oda lesz. Sátán szemszögéből nézve megint csak egy sikertörténetnek mondhatja magáénak, hiszen mindenki oda lesz. A Biblia a végidővel kapcsolatban sem fogalmaz nagyon-nagyon pozitívan, sajnos ki kell mondanunk. Tehát a végidővel kapcsolatban a Biblia úgy fogalmaz, hogy egy maradék, egy kis csoport az, akiknek sikerül, akiket Isten sikerül, hogy kimentsen. Miért van ez így? Én nagyon sokat gondolkodtam azon, és nagyon sokat töprengek azon, és gondolkodok, hogy miért van az, hogy Sátán az emberiség történelmében sikerre tudja vinni az ő gonoszságát. De miért van az, hogy Sátán az én életemben is sikerre tudja vinni sokszor az ő gonoszságát? Miért tudja ezt megtenni? Hiszen ha és mondjuk ki, a nagyobb erő a mi oldalunkon áll. Tehát Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt, és azt mondja, hogy az erőt, amit én adok nektek, az elégséges ahhoz, hogy le tudjátok győzni a Sátánt, seregét, bármit meg tudjunk tenni. Miért van az mégis, hogy elbukunk? Én szeretnék egy picit foglalkozni ezzel a témával. Szeretnék olvasni egy bibliai igét a Péter első leveléből, az 5. fejezet 8. versét. Hogyha kikeresitek, ez a bibliai ige úgy hangzik, hogy józanok legyetek,
Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertéján, keresvén, hogy kit elnyeljen. És itt a hangsúlyt, ha megengednétek, a józanság szóra tenném fel. A józanság szóra. És tudjátok, a józanság az nem mindig az balértendő, egyenértékű, hogy valaki szeszes italt iszik, és attól elveszíti a józan gondolkodását, hanem a józanságunkat el tudjuk veszíteni sok minden más miatt. Nem mennék ebbe most bele részletesen, de ebbe az étkezéstől elkezdve a szórakozáson át sok minden hozzá tud járni azt, hogy az ember nem tud józanul, értelmes módon különbséget tenni a jó és a rossz között. Nem tud különbséget tenni a között, hogy most milyen döntést hozzon meg egy olyan helyzetben, amikor a tét azon múlik, hogy győzök vagy veszítek. Hogy Isten nevére dicsőség, vagy esetlegesen gyalázat száll. Ha negyed biblia szöveget kikeresünk, a Máté evangélium a 24. fejezet 24. versét, és azt elolvassuk, ott úgy hangzik az az ige, hogy mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogyha lehet elhitessék a választottakat is. Ugye a két ige között a különbség az egyikben az van, hogy mint ordító oroszlán szerte jár az ördög, és azt keresi, hogy kit nyeljen. A másik igében meg az van, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. Mi általában úgy várjuk az ördögöt, hogy mint ordító oroszlán valahol megjelenik, felismerjük, tudjuk, hogy na ő az, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor őt meg el kell kerülni. Csak hogy azt mondja, hogy a Máté mondja, hogy hamis Krisztusok jönnek. És Sátán a mikorunkra nagyon kifejlesztette a módszerét, és nem ordító oroszlánként jelenik úgy meg, mint ahogy ezt mi várnánk, hanem hamisságba burkolja magát, és belopja magát a sorainkba. A témánknak ugye az a címe, hogy Sátán ügynökei Isten népe, vagy Isten egyházában. Ezt a szerepet úgy gondolom, hogy nem szívesen vállalnánk magunkra. Hogyha most azt mondaná valaki nekem, hogy te a Sátánt képviseled, akkor úgy gondolom, hogy egy picikét úgy szerezzennénk, és azt mondanám, hogy hát azért ezt mégsem. De azt szeretném, hogyha a témánk végére kiderülne azt, hogy elképzelhető az, hogy én képviselem az ördögöt és az ördög ügyét itt a gyülekezetbe? Elképzelhető ez? Vagy elképzelhető az, hogy én az ördög ügyét képviselem a hétköznapokba? Az ő ügyét viszem előre? A munkahelyemen? Esetleg a családomba? Van ilyen? Elképzelhető, hogy én átállok? Szeretném, hogy értsük azt, hogy igazándiból a kezünkben van a Biblia. És Isten a Bibliát azért adta a kezünkbe, hogy az ördög és az ő munkáját le tudjuk leplezni. Tehát a Bibliának az egyik nagyon fontos szerepe, amellett, hogy bemutatja Isten szeretetét. Ez a legfontosabb szerepe a Bibliának, hogy bemutatja, hogy én annyira szeretlek titeket, és azt akarom, hogy megszabaduljatok, és ott legyetek velem az én országomban egy örökké valóságon át. Ez az első fő üzenete a Bibliának. Ez húzódik a Biblia első lapjától az utolsóig, hogy szeretlek téged, és azt akarom, hogy ott légy velem. Meg akarlak menteni téged, mindent meg akarok ezért tenni. Ez a legfontosabb üzenete a Bibliának. De emellett, amellett, hogy megtanít a Biblia, hogy egymáshoz hogyan viszonyuljunk, hogyan éljünk mi egymással, hogy szeressük a felebarátunkat, megtanít arra, hogy szeressük a világot, az állatokat, a növényeket, ezen belül mindent. Azon túlmenően a Biblia leleplezni akarja Isten, hogy mi tudjuk, hogy a Sátánnak milyen módszerei vannak. Nagy előnyünk van egyébként, én szoktam mondani, és én élek ezzel, nagy előnyünk van nekünk adventistáknak ezen a téren, de nagy felelősségünk is ugyanakkor. Nagy felelősségünk is. Nincsen egy egyház a világon, aki jobban ismerné a Sátán ténykedéseit, akinek jobban fel lett volna tárva az, hogy a Sátánnak milyen tervei és céljai vannak a jelenre és a jövőre vonatkozóan, mint az adventista egyháznak. Mit kezdünk ezzel? Mit kezdek én ezzel? Egy nagyon nagy kérdés. Egy amerikai tábornok mondott egyszer egy nagyon híres mondatot, az úgy kezdődik, hogy ha reggel felkelek, és az ellenség és annak tervei ismertek, akkor van értelme a napnak. De ha reggel felkelek, és az ellenség és az ő tervei nem ismertek, akkor garantált a bukás.
Értitek? Tehát Krisztus katonájaként, ha nem ismerem az ellenséget, és nem ismerem a terveit, nem tudom, hogy hogyan akar tönkretenni, hogy akarja tönkretenni az életem, az evés, ivás, szórakozás, sok mindenen át, hogy akar kikészíteni engem, hogy akarja kikészíteni az embereket, a népeket. Ha ezt nem tudom, akkor garantált a bukás. Nézzünk meg egy néhány fotót, tekintsük meg. Sátán a bűnbeesés után azt hitte, hogy győzelme sikerre ment. Meg volt győződve, amikor Évát és Ádámot sikerült elbuktatni, hogy ő győzött. Csak hogy megjött az Úr, és elmondta, hogy hát nem teljesen úgy van, ahogy gondolja. Nem teljesen úgy van. Mert hogy Isten az embernek más szerepet szánt. Nem annyit szánt, hogy megteremtette, és rövid időn belül elbukjon, és aztán vége. Hanem Sátán meglepetésére Isten azt mondja, hogy én is ember leszek. Ez Sátánnak újdonság volt. Ő addig erről nem tudott. Nem is gondolt erre, hogy Isten emberré lesz. És Isten elmondja azt, hogy én emberré leszek ugyanúgy, mint Ádám, te vagy, és élni fogok a földön, és be fogom bizonyítani, hogy lehet élni úgy, ahogy én állítottam, nem úgy, ahogy a Sátán állítja. És Sátán azt gondolja, hogy ha Isten emberré lesz, akkor gyengébb állapotban lesz, mint ő, és le fogja tudni győzni. És Sátán arra is rájön itt, hogy az a küzdelem, ami ott elindul, ez a nagy küzdelem, ebben az embernek nagy része van. És az embereken keresztül, rajtunk keresztül zajlik ez a küzdelem. Nem hagy ki Isten minket ebből a küzdelemből. És ahogy látjátok ezen a képen, ugye Kaint és Ábelt ábrázolja ez a kép, és nagyon könnyen ki tudjuk itt találni, hogy ki kit képvisel. Kain képviseli Sátánt, az ő ügynöke, mondhatjuk így is, Ábel meg képviseli Jézus Krisztus harcosát. Sajnálatos módon a küzdelem az nagyon korán dől el Ábel számára, és tragikusan. Következő képünk egy családot ábrázol. Ábrahám, és mit gondoltok, hogy ebben a képben ki képviseli az ördögöt? Sára. Sára. Van egy ötlete Sárának. Egy nagy ötlet. Valahogy meg kell oldani azt a problémát, hogy gyerek születhessen. Tudjátok, olyan érdekes az emberi élet, nézzétek meg ezt a képet. Ábrahám, aki Istennek egy csodálatos harcosa, ebben a helyzetben valahogy úgy nem tudja, hogy most jó ez az ötlet, nem jó ez az ötlet, de úgy elfogadja. Sárának határozott. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az ördög az általában az ő ügynökeit úgy határozottságot ad. Tehát tudják, hogy mit akar. Célra törőek. Nem teszett oszáskodnak. Ezt kell csinálni, erre kell menni. És ez meggyőzi az embert, mert hát biztos, hogy jól tudja, ha már ennyire határozott. És nézzétek meg, aztán vannak a sodródók. Ebben a történetben ott akkor pillanatilag Hágár sodródik. Hát ő szolga. Hát ki elmondják, hogy van egy ilyen feladat, ezt kell végrehajtani, és ezt meg kell csinálni. És hányszor vagyunk így az életben, és hol törtünk be, nagyon érdekes, hogy a szerepünket hol törtjük be, kinek a szerepében vagyunk. És majd később fogunk egy kicsit foglalkozni ezzel, hogy felismerhető az, hogy én kinek a szerepében vagyok. Mert ez egy nagyon fontos a mi számunkra, hogy mi alapján ismerhető fel az, hogy én pontosan, például ebben a hármasban, hogy én hol lennék, mit töltenék be, melyik szerepet tölteném be. Nagyon komoly kérdés, mert nem mindegy. Következő képünk. Tudom, hogyha fölismeritek, ő Dávid király. Nem teljesen hű a kép, a Biblia szerint Dávid király nem a palotája ablaká, a palotája tetején sétál, de most nem is ez a legfontosabb, hogy hol, hanem hogy kitekint, és meglát egy nőt.
Ebben az esetben kiképviseltem, mit gondoltok, Sátán ügyét? Dávid vagy Betsabé? Nagyon érdekes a kérdés. Nagyon érdekes a kérdés. Ki az, aki képviseli? És vannak ilyen helyzetek az életben, amikor az élet úgy hozza a dolgot, hogy Istentől elsodródnak emberek. És mi azt gondolnánk, hogy itt ebben az esetben, hát Betsabé, hát kint van, fürdik, mutatja magát. Na de Dávid, nincs időnk kibontani annyira, úgyhogy sajnos tovább kell mennünk, mert nagyon rövid az időnk. Gondolkodjatok rajta. Tehát én annak örülnék, ha ebédkor erről beszélgetnétek, és gondolkodnátok otthon, akkor azt jelenti, hogy jó volt a prédikáció. Ez a képünk, ugye azt gondolom, hogy egyértelmű mindannyiunk számára. Egy Istennek hatalmas harcosa, aki olykor itt van, olykor ott van, tehát van, amikor Sátán oldalán van, és ott képviseli, de itt ki képviseli, mit gondoltok erőteljesen. Ugye Sámson és Deliláról beszélünk. Hát Delila igen erőteljesen. Tehát nézzétek, ott van egy erős férfi. Egy erős férfi. És jön egy gyenge nő. Milyen módszeresen dolgozik a Sátán? Milyen módszerei vannak? És elaltatja. Mit mond az ige, hogy a tízszűznek mi a problémája? A mi problémánk, mi, Laodiceának, nekünk mi a nagy problémánk? Alszunk. Olyan kényelmes. Olyan jó dolog, nem? És miközben alszunk, ugye mi történik? Az események zajlanak körülöttünk. Hát ameddig Sámson alszik, addig a Sátán ügynökei mit csinálnak? Ott állnak a filiszteusok az ablaknál, és mire várnak, hogy nincsen nekik, de hogy lehet jönni, hogy levágom a haját, hogy tönkre teszem. Döbbenetes ez az állapot, amiben mi ma benne vagyunk mindannyian. És nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy mindannyian. Mert mi nagyon szeretjük magunkat kivételeztetni, és úgy gondoljuk, hogy hát mi nem, de ők igen. Mindenféle nemzet, aki ezen a világon ma él, fajra való tekintet nélkül, óriási veszélyben vagyunk. Miért vagyunk? Mert alszunk. Erről a képről gondolom, hogy szinte semmit nem kéne mondani, hogy ki kit képvisel. De gondoljatok bele, én annyiszor végig gondoltam, hogy Jézus Krisztusnak a közvetlen közelébe beépít az ördög valakit. A közvetlen közelébe építi be. Abba a kis csapatba, abba a kis társaságba, akik minden nap az Istennel járnak. És Lucifer oda is beépít valakit, aki nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen képviseli őtet. Mi gondoltok, Jézus miért nem távolított el Judást korábban a társaságból? A 11 tanítvány, de lehet, hogy többen is voltak, elhitték volna neki szerintetek, ha azt mondja Jézus, hogy Júdás olyan rosszat akar nekünk. Vigyük, távolszassuk el. Nem hitték volna. Olyan profin végezte a dolgát, annyira jól tett mindent, hogy egyszerűen nem hitték volna el Jézusnak azt, hogy őt el kell távolítani. Végig bíztak benne. Ellen White részletesen leírja, hogy Júdás egy okos ember volt. Jó szolgálatokat tud tenni. Ugye, rábízták ugye a pénznek, a jó gazdálkodott. Tehát, és kit képvisel? És akkor próbálok egy picit rövidíteni a gondolataimon. Elérkezünk nagyon gyorsan a mikorunkig, hogy mindenképp szeretnék néhány szót beszélni arról, hogy hogyan ismerhetjük mi fel azt, hogy mi hol vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy a legnagyobb kérdés ma, a mai élő számomra, nekem, a legnagyobb kérdés, hogyan tudhatom én, hogy kit képviselek? Hogy jöhetek rá arra, hogy itt a B gyülekezetben, otthon vagy bárhol,
én kinek az oldalán állok? Olykor-olykor itt, olykor-olykor ott. De miből tudhatom, hogy mikor vagyok itt és mikor vagyok ott? Honnan tudom én ezt? Két példázatot szeretnék említeni nektek. Az rövidsége miatt nem olvasnám fel. Az egyik a Máté evangélium, a 13. fejezet 24-től 43-ig, hogyha otthon ezt olvassátok el. A másik a Máté evangélium, a 25. fejezet első versétől 13. verséig. Ebben a két példázatban az egyik az a búza és a konkoly, a másik példázat meg a 10 szűz példázata van felvázolva. Ugye a búza és a konkoly esetében azt szeretném kiemelni, hogy nagyon figyelnünk kell arra, hogy Jézus figyelmünket felhívja erőteljesen rá, hogy a búza és a konkoly az aratásig együtt van. Én elborzadva látom, amikor testvéreim, akár itt a gyülekezetünkben, vagy bárhol a világon, elkezdenek azon erőködni, hogy kiszedjék a konkolyt a gyülekezetből. Mert azt onnan ki kell tépni valahogy, meg kell szüntetni, mert hát az ártalmas. Ne tedd! Ne tedd! Jézus Krisztussal mész szembe. Azt mondja Jézus, hogy elkezdett tépkedni a konkolyt, mi fog történni? Hát kitéped a búzát. Hát nem az a feladat, hogy a konkolyt mindenképpen te leszed, azt majd az Isten kiválasztja. Hát ki vagyok én, hogy megmondjam bárkiről, hogy ő búza, ő meg konkoly. Minek alapján mondom én ezt meg? Hogy döntöm el? Persze szoktunk jönni ezzel, hogy az ige ezt írja, meg azt, és akkor mi olyan bölcsek kövét szorongatnánk, és nálunk lenne az, hogy mi tudhatjuk azt, hogy na most ki a búza, ki a... Ehelyett azt mondja Jézus, hogy szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy tépegessétek ki a gyűlő, azt mondja, szeressétek egymást. Legyetek egymáshoz jóságosak. Azt mondja, hogy legyetek egymáshoz türelmesek. Mekkor ez a szó? Mekkor ez a szó? Legyetek türelmesek egymáshoz. Hányszor vagyunk türelmetlenek? Akkor nem tudjuk kivárni azt, hogy a másik esetleg felnövekedjen arra szintre, ahol most pont mondjuk te vagy. Mert nem vagyunk egy szinten a lelki élet fejlődésében. De aki elöljár, az arról ismered meg, hogy elöljár, hogy türelmes, hogy szeretőszívű, hogy gyöngét, hogy kedves. A 10 szűz példázatára már nincs időnk nagyon kibontani, de nagyon csodálatos ebben az a gondolat, hogy hogyan lehet Jézus Krisztust úgy várni, hogy nincsen közösségem vele. Nincs közösségem vele. És miről ismerem fel, hogy esetleg engedjetek meg egy mondatot arról, hogy az okos meg a balga szűzhöz tartozom. A Máté evangéliumában, ezt muszáj elolvasnom, a Máté evangélium a 23. fejezetéhez forgassom a Bibliánkat, 23, remélem, hogy jól mondom, Máté 23, 45. verse. Van ilyen? Ahol arról ír az ige, hogy most bocsássatok meg hirtelen, nem találom ezt, de hogy a gonosz szolga, amikor várja az ő urát, hogy visszatérjen, és úgy gondolja, hogy nem jön az ő ura, akkor mit csinál a szolgatársaival? Mit csinál velük? Elkezdi verni a szolgatársait. Tehát az öt okos és az öt balga szűz mindaközben, amíg várja az Úr Jézust. Nem az történik, hogy így kényelmesen el vannak egymás mellett, mert mindenki ugye az alvásnak az állapotában nem tesz semmit, hanem vannak cselekvő dolgok. Az okosok dolgoznak másokért. A balga szűzek meg elkezdik verni a többieket. Verbálisan. Vagy így, vagy úgy. És aztán, amikor csodálkozik azon majd, amikor majd egyszer csak szükség lenne az olajra, amit be kellett volna gyűjteni, abban, hogy akkor nekik nincs olajuk. És csodálkoznak majd azon is, amikor Jézus azt mondja majd nekik, hogy távozzatok tévem, ti gonosztevők, mert nem ismerlek bennetek. Ne jussunk erre a sorsa, őrizzen meg az Úr attól, hogy erre a sorsa jutnánk. Mi az, ami motiválhatna, és semmiképp mindenképpen szeretném az ige hirdetést egy kicsit arra fele elvinni, hogy azért vannak jó pillanataink. Mi az, ami motiválhatna bennünket, és mi az, ami motivál bennünket? Én szeretnék egy kis videót
bemutatni nektek, lejátszani, egy 3 perces, 4 perces videó. Ez a videó arról szól, hogy 2021-ben az Amerikai Egyesült Államokban a Elon Musk és a SpaceX megkérdettek egy olyan programot, amiben lehetett nyerni egy űrutazást civil embereknek. Tehát nem kellett semmilyen különösebb végzettséggel rendelkezni, részt kellett venni egy sorsoláson, és ezen a sorsoláson, ha részt vettél, akkor nyerhettél egy űrutazást. Szeretném, hogy ezt megnézzük. Ők 72 órára mentek fel az űrbe. 3 napot töltöttek fent. Megkerülték a Földet jó néhányszor, aztán visszajöttek. Hogyha hazamentek, és megvan nektek a Megváltás története című könyv. Én készültem, de most nem fogom elolvasni. Olvassátok el ebből a 62. fejezetet. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a Szentek jutalma. Részletesen leírja az író, hogy mi vár azokra, akik el fognak utazni, nem 3 napra. Engem magában ragadott, amikor ezeket az embereket látta, hogy mekkora öröm, hogy megváltoztatta az életüket, a családjuk, a baráti köreibe, hogy mit ért el az, hogy ők elmentek 3 napra. Jézus Krisztus odahív minket, ahol lesz egy folyó, és ennek a folyónak a partján az életnek a fája lesz. Ahol nem lesz halál, nem lesz fájdalom. Ahol nem lesz elválás. Nem sokára Jézus meg fog jelenni. Hitem szerint rövid időn belül Jézus Krisztus meg fog jelenni. Melyik csapatba leszel? Melyikbe leszel? Óriási kérdés. Azok között leszel, akik az ő kezüket fölemelve nagy örömmel köszöntik az üdvözítőt, vagy azok között leszel, akik menekülnek, akik elpusztulnak. Én szívemből kívánom, hogy mindannyian legyünk azok között, akik örömmel és boldogan fogjuk köszönteni az értünk visszatérő megváltót. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, szívünk legmélyéből köszönjük neked, hogy eljöttél értünk, hogy nem hagytál magunkra, hogy eljöttél és hajléktalanná váltál azért, hogy nekünk hajlékunk legyen. Fel se tudjuk fogni ezt a szeretetet. De drága Jézus, még tart a mi életutunk. Sőt, éleződik a küzdelem. Tapasztaljuk nap mint nap, közvetlen közérül, a bőrünkön érezzük sokszor a küzdelemnek a keserűségét. Kérünk téged, hogy ruházzál fel szentelkednek erejével. Adj erőt nekünk helytállni. Adj erőt nekünk szeretni, adj erőt nekünk segíteni és adni. Segíts minket, hogy neved dicsőségére éljünk minden nap. És amikor elbukunk, mert vannak bukásaink, adj erőt, Urunk, a visszatérésre, a visszakapaszkodásra. Hiszen láttuk a Bibliában, a hit hősök közül is sokan elbuktak.
de a te erődet használva visszakapaszkodtak hozzád. Adj erőt türelmesen viselni a nehézségeket az életünkbe. Köszönjük szépen, hogy te itt vagy és meghallgatsz minket, és hogy meg fogod áldani a napunk további részét is. Ámen. Befejezésül a 240-es számú ének első három versét énekeljük. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, s ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.